Sziasztok! Nemrég egy videóban említettem, hogy mennyire nehéz itt jó és finom, olyan európai stílusú kenyereket venni, mert hogy itt a pékáruk azok édesek, cukrosak, kalácsszerűek. És erre annyi megjegyzés érkezett, záporoztak az üzenetek, amiből viszont nekem kiderült, hogy még mindig rengeteg tévképzett, tévhit van a fejekben. Olyanok, hogy az amerikaiak azok rettenetesen kövérek, csak gyors étteremben esznek, hamburgereznek, kóláznak, nyilván cukorbetegek, és hát, hogy nem figyelnek a testsúlyukra, meg az egészségükre. És minthogyha ez valami amerikai sajátosság lenne, tehát, hogy elsősorban erre az országra lenne jellemző. Ez körülbelül annyira igaz, mint a magyarokra azt mondani, hogy állandóan gulyást esznek, és közben nagyon fittek és egészségesek. Szóval rengeteg a közhely, a tévhit és a negatív sztereotípia. Nyilván van bennük igazság, csak nem lehet ráhúzni egy egész nemzetre. Ráadásul egy olyan nemzetre, ahonnan általában az összes fitness és diéta őrület, táplálkozási reform és az ilyen termékek is elindulnak világhódító útjukra. Bár már foglalkoztam az egészséges életmóddal videóban, aki esetleg nem látta, az még megnézheti, de most újra megpróbálkozom a lehetetlennel, és megmutatom nektek, hogy itt is lehet egészségesen élni, táplálkozni, minőségi élelmiszereket vásárolni, csak éppenséggel nem mindenki akar így élni, és nem mindenki engedheti meg magának. Mirit mindjárt kirakom az iskolánál, de gyorsan mondd már el, hogy mik szoktak lenni a reggelik. Szokott lenni büszke, ami olyasmi, mint a magyar pogácsa. Pogácsa, igen, az. Meg van ilyen cinnamon tekercs. Fahéjas tekercs. Pancake. Szirupos palacsinta? Igen, french toast. Gondolom az is szirupos. Ez nagyon finom. Valami nem édes. Van müzli, meg van ilyen joghurt, ami olyan van, gyümölcs, meg granola. De például a müzli, az cukros, vagy valami natur, mondjuk ilyen kukoricapehely? Hát, az is van, de van édesebb. A reggeli az ingyenes az iskolákban, és most így a vírusos időszakban ugye az ebéd is, mert ugye ezzel segítenek a szülőknek. Ez nagyon jó dolog, csak hát már ilyenkor elkezdik a cukorra nevelést a gyerekeknél, ugye? Egy csupa édes dolgok vannak. Kevés az egészséges. Mindjárt hazaérek, és akkor meg tudom nektek mutatni a mi reggeli rituálinkat Albertóval, hogy mivel kezdjük a napot. Tudom, mi nem vagyunk amerikaiak, de ez például egy olyan dolog, amit itt tanultunk az Egyesült Államokban, tehát az amerikaiaktól lestük el, Magyarországon nem csináltuk. Sziasztok! Most fogom mutatni nektek egy szólt ital, ami egy magyar dietetikus, nagyon híres, nagyon jó dietetikustól kaptam. Nagyon-nagyon egészséges, rengeteg amerikai ember használ. Én konkrétan most körülbelül 2 hónap használom, és most több mint 23 libra folytam. Na jó, mondjuk ehhez jársz fitnessbe is, azt tegyük hozzá, hogy sportolsz. De ami kell hozzá, az ugye ananászkocka, friss petrezselyem, egy lime leve, és uborka a héjával együtt, valamint egy fokhagyma. Akár egy kis ginger is lehet rakni, ha van kedve. Gyömbért néha rakunk bele, igen. 3-4 kocka ananász, majdnem egy kicsi sok csinálom, szeretem amúgy is ízni nekem. Uh-huh. Jó mosunk a jó szól uborka, ezt oda rakom. A héjával együtt. A héja, igen, fontos, hogy legyen ez a helyet. Egy darab fokhagyma. Általában jobban friss van a petrezselyem, de ez se rossz. Ez akkor a citromlé. És ugye ez tisztít, méregtelenít, lugosít. Nagyon leveszik a zsír. Aha. Nem fogom mutatni most a pocaka, mert nincs kedvem. De nagyon lement a pocak, igen. De nagyon-nagyon lement, de ez a jó, hogy lement a zsír. Látszik, hogy... Meg ez egy vitaminbomba, ez erősíti az immunrendszerünket. Én egy kicsi jégkocka is rakom. Meg víz. Igen, meg egy kis víz. Itt 2 ember, akkor egy ilyen 2-es... Annyi a víz? Igen. Nézhetem ilyen finom, ilyen sűrűs. Inkább már megszoktad, mert azért finomnak nem nevezném. Szerintem most... Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor próbáljátok ki, mert ez egészséges. Na jó.
Egészségedre. Egészségedre. De most mész egyébként a fitnessbe, úgyhogy majd légy szíves, vedd fel nekem, hogy milyen sokan vannak, hogy meg tudjam mutatni, hogy egy ilyen átlagos napon hányan futópadoznak melletted. Most. Én meg elindulok, és arra fogok fókuszálni a boltokban, hogy mennyire könnyen vagy nehezen elérhetőek itt az egészséges termékek. Ez leginkább azért fontos, mert ugye az amerikaiak a 18-ak az elhízási világranglistán, mondjuk ezzel megdőlt egy sztereotípia, nincsenek benne az első 10-ben. Tessék. Magyarország meg valahol a 40-valahanyadik ezen a listán. Ezek a legismertebb olyan szupermarketek a környékünkön, amelyek egészséges élelmiszereket árulnak. Nem kis szaküzletek, hanem tényleg ilyen Tesco méretű, hatalmas szupermarketek. Ezekben bio, natur, vegán, organikus élelmiszerek vannak, gurmé élelmiszerek, és persze olyan szezonális, friss zöldségek és gyümölcsök, amelyek a helyi farmokról érkeznek. Persze kérdezhetnétek, hogy akkor miért nem ide jár mindenki, az összes amerikai? Hát azért, mert ezekből egy van összesen mondjuk egy olyan 15-30 perces távolságra autóval, ami nem sok, persze hetente egyszer én is elugrok ilyenbe, de a többiből, az átlagosból minden sarkon van. Tehát oda sokkal könnyebb beugrani, a napi bevásárlást elintézni és megvenni a legszükségesebb dolgokat. A másik tényező pedig az ár. Nyilván, ahol egészségesebb élelmiszerek vannak, ott drágábbak a termékek. Most elmegyek abba az üzletbe, ami tényleg minden sarkon megtalálható, ez nálunk a Publix, amit leginkább egy otthoni CBA-hoz tudnék hasonlítani, és akkor megmutatom nektek, hogy egy ilyen átlag üzletben egészséges termékekből mekkora választék. Kezdjük azzal, hogy vizsgáljunk meg egy átlagos joghurtot, mondjuk olyat, ami otthon is van, Donan Activia. Amit látok elsőként, hogy Magyarországon ugye 125 g-os, itt egy picivel kisebb 113 g. Ott körülbelül, ha jól láttam, 550 forint körül van az ára, itt forintra átszámolva majdnem a duplája, 900 forint. Magyarországon van benne 3,5 g zsír, 16 g cukor, itt másfél g zsír és 12 g cukor. Ott a kalória 116, itt látjátok 90. Tehát szerintem ami lényeges különbség, az csak a zsír mennyisége. Magyarországon egy picit zsírosabb. Kapható egyébként nem csak zsírszegény, hanem zsírmentes is, ami mondjuk nem feltétlenül jelenti, hogy egészségesebb. Mi egyébként ilyen natur joghurtból szoktunk fagyasztott gyümölcsökkel smoothie-t készíteni. Tehát ilyen organikus joghurtokat veszünk. Ezek itt a tejtermékek, és ugye normál üzletekben gondolnak azért az allergiásokra is, a laktózérzékenyekre, tejallergiásokra. Rengeteg növényi alapú tej van, meg laktózmentes. És persze a gluténmentes termékek is megtalálhatóak. A zöldség-gyümölcs osztályon ez az egy polc van, ahol organikus és permetezésmentes termékeket találni. Illetve még ilyen kis hűtőkben vannak külön organikus termékek. De egyértelműen nagyobb választékban vannak a normál termékek, és hát itt azért megfigyelhető, hogy olcsóbb is. Egy ilyen átlag volt van, így mutatom, hogy például a babáknak nagyjából ennyi a választék, ez a polc rész itt, ahol lehet egészséges püréket venni. Ami mondjuk szimpatikus, és itt vettem észre, hogy a normál mozzarella rúd az 4,89, és hogyha mondjuk organikusat választok, akkor 4,29, tehát nem drágább. Úgyhogy jöhet az organikus. Itt viszont már óriási a különbség a lisztnél. A hagyományos 3,25. Én az organikusat szeretném venni, az 7,39. Több, mint a duplája. A műzlinél 4,79 az organikus, vagy itt találtam 3,69, 3,99-ért. Ugyanez cukrosban 4,31. Tehát nem lehet mindig arra fogni, hogy drágább az organikus, vagy egészségesebb, azért én nem tehetem meg, hogy azt választom, mert ez nem minden esetben van így. A gond szerintem az, hogy ahová a legtöbben járnak a napi bevásárlást intézni,
ugye csak úgy beugranak munka előtt vagy után. Ott vannak ezek az édes cukros kenyerek, könnyen elérhető, ezt veszik le a polcokról. Tele mindenféle dologgal, aminek nem kéne benne lenni. Előtérben vannak ezek. Vidd haza ezeket. Persze próbálkoznak ilyen magokkal, ami úgy néz ki, mintha egészségesebb lenne, de ezek is vagy túl savanyúak, vagy édesek. És a napi bevásárlós helyeken így még csomagolva vannak ugye kenyerek, itt találni egészségesnek mondható, de hát aki szereti, én például nem. Nekem minden ilyen csomagolt kenyérnek mellékíze van. Ezek a népszerűbbek. A férjem erre a márkára esküszik, mutatom nektek. Ebből veszi a 5-6 magosat. 1 gram cukor van benne, és hát látjátok, ez egy picit magasabb árfekvésű. Egyébként lehetséges, hogy itt Floridában a latinok miatt van sok édesebb kenyér. Mondjuk hozzájuk közelebb állnak ezek a kalácsszerűek. Nagyon szeretik ezeket az édes dolgokat. Szinte már muffinszerű, süteményszerűhez, például kukoricás, kukoricalisztes. Ó, itt vannak húsmentes, ilyen növényi alapú húsnak tűnő dolgok. Például hamburger is növényi alapú, szójamentes, gluténmentes. Szóval vannak normál üzletekben is termékek, de mondom, nagyobb a választék nyilván abból, ami nem túl egészséges. Északi államokban több egészségesebb kenyeret találni, vagy olyan európai stílusút. Vannak ilyen kis diétes, egészséges étrendet népszerűsítő magazinok is. Ez a kettő például olyan, vagy ott hátul is van egy. Étkezz úgy, hogy elkerüld a diabéteszt. Azért elég sok újsággal próbálnak kedvet csinálni a főzéshez. Ha jó kenyeret akarok, akkor veszem a fáradtságot, beülök a kocsiba, utazok 10-15 percet, és megveszem akkor az oroszboltban. Ők ugyanis itt helyben sütik, és szeletelik, csomagolják, és itt tényleg van igazi kenyér. Például látjátok, ez a barna, mindenféle rozsos, napraforgós, sok magvas, házi jellegű, ropogós héjú. Ilyen jól felpakoltam, nézzétek meg, vettem 4 kenyeret, 4 különfélét. És aminek nagyon örülök, hogy találtam ilyen szegedi paprikát, az aranyos volt a pénztáros lenny, azt mondja, biztos, hogy meg akarom menni, mert ez nagyon drága, azt mondja, $20. Ne vicceljen, mert én magyar vagyok, úgyhogy ez jó lesz nekem 500 grammos ennyiért. Örülök neki, hogy van. És amit most még pakolok a hűtőtáskába, itt a kocsinál, az egy házi tejföl, kanadai tejföl, a legfinomabb a világon. Elfogyott a gyulai kolbászom, azt is vettem. Túró. Nincsenek a gyerekek letiltva az édességekről, vettem nekik 8 túró rudit. Gyorsan kibontottam itt a kocsiba, hogy megmutassam a fehér kenyeret. Normális az állaga, és ez nem édes. Épp olyan, mint ami Magyarországon kapható. És hozzáveszem ezt a friss felvágottat, úgy hívják, hogy Estonskaja, szerintem orosz, és nagyon hasonló, ami túra felvágottunk, az turista szalámihoz. Családi kedvenc, de hát ugye tudunk venni akár pikszalámit is, tényleg van téli szalámi, minden. Itt a másik lelőhely, az Aldi. Nagyon nem szeretem egyébként, tényleg csak azért szoktam beugrani, hogy ezt a pár dolgot megvegyem, amire szükségünk van. És most nincs is az a kenyérfajta, amit itt szoktunk venni, az olasz Turano. Mostanában nem lehet kapni, úgyhogy már kezdek kétségbe esni, hogy talán nem fogják árulni az Aldiban. Amikor van belőle, akkor 4-et is veszünk, és megy a hűtőbe. És itt a másik dolog, ami miatt ide beugrok, az egészséges nasik. Ez például sajtos puffancs, organikusak és nem génmódosított növényből készültek. Ugyanígy a popcorn is. Van pár gluténmentes, és a gyerekeim szeretik ezt a zöldség chipset is.
ezek a friss puffancsok, gluténmentes fekete szezámmagos, barna rizses, a perec pedig kasszavából, jukkából készült gluténmentes. Úgyhogy ide tényleg csak ezért a pár dologért szoktam beugrani. És most, ahogy itt eljöttem emellett a polc mellett, itt látok néhány organikus, érdekesebb tésztafélét. Mi mondjuk ilyeneket azért nem eszünk, de maradunk a hagyományosnál, tészteknél. De van itt ugye szója, babos, fekete szója, babos, spagetti, teljes kiörlésű. Ez például vörös lencsés, meg csicseri borsós. Na jó, ezeket azért megkóstolnám, ez nem lehet rossz. Gluténmentes, organikus, barna rizses, kinoás. Van néhány proteinbár is a fogyókúrázóknak, diétázóknak. Édesség például. Gluténmentes, epres, mogyorós. Ebből is látjátok, hogy így az átlag üzletekben is azért elég nagy a választék egészségesebb termékekből. Gondolom a gyerekek nálatok is ebéd után este felé könyörögnek egy kis édességért. Nagyon egyszerű elővenni a fagyit a hűtőből, mi is nagyon szeretjük. Látjátok, ez a kedvenc fagyi márkájuk. Ez például olyan, amiben ilyen mogyorú vajas bombonok vannak, tényleg nagyon finom. Viszont, hogy nem minden nap ez legyen, ki szoktam váltani például turmixszal. Ehhez veszem nekik ezt az organikus, sokbogyós, fagyasztott gyümölcsöt, de Alberto összevágja a papaját, és azt is lefagyasztjuk, papajakockák, organikus tej, és görög joghurt, szintén organikus, és akkor ebből készítek nekik turmixot, vagy séket. Ma egyébként ebből a kis maradék eperből, mert ezt már nem ennék meg, csinálok nekik, főzök nekik házi lekvárt, és akkor azt tehetik este a kenyérre. A nassoláshoz, mert hát amikor tanulnak, akkor szeretnek rágcsálni közben, itt van nekik ez az egészséges tengeri sós zöldségchips. Ebben jó sok zöldség van, amit amúgy nem ennének meg, például cékla, paszternák, boniátó, ugye ez a kubai édesburgonya, normál édesburgonya és tarógyökér is. Nekem az már bőven elég, hogy nem genetikailag módosított növények felhasználásával készült, gluténmentes is, és 150 kalória, hogyha esznek belőle, 28 g-ot. A zsíros burgonya chipseknél biztos, hogy jobb. Nekem pedig lesz egy kis humusz, nem sok tényleg, és ilyen magos, gluténmentes, organikus tortilla chipsszel. Itt van az amerikai jelzése, hogyha valami organikus, tudom, ebbe bele fognak kötni, majd Magyarországról megírják nekünk, hogy az nem annyira organikus, hogy abban trükkök vannak. A gyerekek szeretik ezt az organikus joghurt családot is. Eddig meg sem néztem egyébként, hogy mennyi cukor van benne, 9 összesen, ebből 4 a hozzáadott. Organikus nátcukor. A gyümölcsök is organikusak, minden az benne. A színezék az sárgarépa juice. Semmi gond a csapvízzel, lehet inni az Egyesült Államokban. Mi a szűrt vizet isszuk innen a hűtőből. Illetve van néhány palack ebből az elektrolitosból, ami ugye ilyen ásványi anyag pótlásra van. Ezt elsősorban Alberto issza, amikor mondjuk elmegy fitnessbe és hazajön utána. Befejeztem. Fara, de isteni jó volt. Sziasztok! Nem vagyunk egyébként olyanok, hogy csak is az organikus mindenből. Csak van az a pár dolog, amit tényleg napi szinten eszünk, annál odafigyelünk. Legyen organikus az alma, a banán, és például a tej is. Azt mondják ugye, hogy az eper az egyik olyan gyümölcs, amiben a legtöbb vegyszer van, úgyhogy ez a másik, aminél nagyon odafigyelünk, hogy legyen vegyszermentes, organikus. És persze van olyan, hogy nem a zöld italt készítjük el reggelire, hanem azzal kezdjük a napot, hogy egy kis alma ecetet iszunk vízbe keverve. És ha már így elővettem, kipakoltam, ugye mindig a méret az, ami feltűnik nektek, hogy minden olyan hatalmas. Nem arról van szó, hogy csak a nagy dolgokat, mindenből a nagyot szeretik az amerikaiak, hanem szerintem az itteni otthonokban több a tárolási lehetőség, például a mi házunkban két kamra is van,
Úgyhogy van hová tenni, van hol tárolni, és így kevesebbet kell nagy bevásárlást csinálni. A tej is ugye gallonos kiszerelésben, látjátok, majdnem 4 liter. Ez az olajot hátul nekem például fél évig elég. Szerintem itt is vannak tudatos vásárlók, akik tényleg odafigyelnek arra, hogy mit raknak a kosarukba. Én saját magamat is ide sorolnám, magamat is ennek tartom, mert igenis odafigyelek a minőségre. És például hamarabb elmegyek egy kis piacra vagy farmra, mint mondjuk a Walmartba, a tucatárushoz, ahol mindig tömegek vásárolnak. És most mutatok is nektek egy ilyen kis családi vállalkozást, egy kis helyi piacot. Üveges méz. Savanyúság. Ez is érdekes, pollen. Körülbelül 9000 ilyen farmers market van országszerte. Ők tényleg helyi farmerekről szerzik be az árut, úgyhogy garantáltan friss és szezonális. Látjátok, hogy teljesen helyi a méz. Minden a helyi termelőktől. Vannak organikusak is. Kenyeret is árulnak. És persze természetesen ugye rengeteg déli gyümölcs, helyben termő gyümölcs. Nem drágább, mint a nagy szupermarketekben. De hát mégis az van, hogy az amerikaiaknak csak úgy nagyjából 20%-a jár ilyen kis helyekre. Jobban szeretik a nagyokat, ahol mindent egyszerre beszerezhetnek, ugye ez időspórolás. Ez a finom avokádó. Most ennek van egyébként a szezonja. Aztán decembertől már lesz friss eper, decembertől áprilisig. Most lehet szüretelni paradicsomot, uborkát. Floridában egész évben jó idő van, úgyhogy mindig lehet valamit szüretelni. Lehet menni a farmokra, ahol szedd magad akciók vannak. Ott is az óriás avokádó. Ez itt a Super Target. Itt próbálok fókuszálni a natur kozmetikumokra, biotermékekre. És azért szeretem a Targetet, mert itt tényleg különleges termékek kaphatóak. Nagyon széles választékban vannak a természetes kozmetikumok. 100%-os szűz kókuszolaj. És akkor rajtuk ugye a jelzés, hogy organikus, nem tesztelték állatokon. Fogfehérítés, bőrápolás. Talán ez a termékcsalád az, amit jobban ismertek mondjuk Európában. Ezt ott is láttam. A bőrgyógyászok ezt a két terméket ajánlják a legjobban, és amit mi használunk, az a teljes CeraVe család. Ez nem biotermék, viszont a bőrgyógyászok nagyon ajánlják, és már mi is hónapok óta ezt használjuk. És tényleg nagyon elégedettek vagyunk vele. Az interneten is nagyon felkapott, a közösségi médiában. És ez a másik család, ami nagyon népszerű. Tényleg hihetetlenül széles a választék. És akkor ott a hagyományos például dezodorokból, és itt van mellette a natur változat. És látszólag ugye a konyha termékekből is milliónyi van. Az amerikaiaknak egyébként a 36%-a főz nagyjából naponta. A járványnak talán a pozitív hatása, hogy most egy picit többen, mert ugye rákényszerültek, nem mentek étterembe. A fiatalabbak azok továbbra is inkább rendelnek. És a legnépszerűbb étterek között mi van? Ugye a tört krumpli, sült krumpli, pizza, hamburger, a grillezett sajt, sült csirke, a sztékek, és hát persze az almás pite is. Kávé imádóak természetesen, ez a legnépszerűbb ital az Egyesült Államokban. Az amerikaiak 65%-a issza naponta. Édesítő organikus. Organikus kókuszliszt, teljes kiörlésű barna rizs, kínoa. Amit nagyon imádnak, a tésztákat, a takókat, burítókat.
gyors éttermi kajából meg ugye itt teszik a legtöbbet a világon. Utána jön Kanada és Franciaország. Amúgy 34 millió amerikai diabéteses, de hát nyilván sokkal többen vannak azok, akik a betegség kapujában vannak. Ez egyébként a lakosságnak úgy 10-11%-a. Aki egyébként akar és megteheti, az állatainak is egészségesebb ételeket vásárol. Mégpedig egy olyan speciális üzletben, ahol kizárólag holisztikus eledeleket árulnak. Tehát, hogyha vakaródzik, allergiás, nyalja a mancsát, nem szép a szőre, emésztési problémája van. Nekik vannak ezek az egészségesebb eledelek. Olyan 30 és 50 dollár közötti áron vannak ezek a jobb minőségűek. És nagyon sokféle közül lehet választani. Konzerv, száraz eledel, ilyen nagyobb kiszerelésben is. A hűtőben a frissek is ott vannak. És ugyanitt lehet fürdetni és a kutyusokat idehozni, hogy megszépüljenek ilyen fürdőkádakban. Na mesélj, hogy mi volt az ebéd az iskolában? Miket raktak ki nektek? Ma egy ilyen hideg sajtos sonkás szendvics volt. És azt nem melegítik meg, hogyha kéred? Van egy másik fajta, ami csak abiben nincs sonka, de van sajt és az meleg. Dinnyés fagyi. Az édesség, igen, valami egészséges. Volt a celery. Zeller? Igen. De az mint mártogatóssal? Hát vehetsz, ha akarsz. Aha. Meg ilyen mini mandarin. Saláta is volt, ilyen pici paradicsommal. És egy átlag napon, amikor van valami meleg étel, akkor burrito, általában... pizza. Esetleg valami húsi rizs, krumpli. Igen, húsi rizs, de a hús az nem annyira ízlik nekem, mert... Szerintem soy sauce van, vagy valami rajta van. De, szóval te nem azt választod. De van narancs csirke, ami nagyon finom. Az a neve, hogy cherry blossom chicken. Hát ilyen kínai. Olyasmi, igen. Narancsos csirke. És nincs nekik fehér-fehér rizs, hanem csak barna rizs van. De jó, nem, hát az egészséges. De nem érzed, hogy barna rizs. Olyan ízű, mint normális rizs. Meggondolom a klasszik. Pizza, hamburger. Igen. És itt készül az iskola utáni ebéd a gyerekeknek, krumplis nudli, szigorúan az egészségtudatos táplálkozás jegyében. Hozzá itt a szintén házi, saját készítésű eperlekvár, ezzel eszik majd, és mi pirított grízbe, fahéjas cukros pirított grízbe forgatjuk. A prézlis változatot meghagyjuk a szilvás gombócnak. Van olyan jó, mint a magyar nagymamájé? Nagyon finom lett. És ha az amerikaiak ragaszkodnak is a készételekhez, meg a gyors éttermi kajákhoz, ritkábban főznek, azért itt nagyon sokan vannak ebben az országban olyanok, mint mi, akik máshonnan jöttek, és ragaszkodnak a jól megszokott ízekhez, a saját konyhájukhoz, és hozzám hasonlóan elkészítik azokat. És mutatom nektek, ami a legfelfoghatatlanabb számomra. Ez itt Amerika a legnépszerűbb gyors étterme, a Chick-fil-A. Mindig ekkora sor van. Ebédidőben még rosszabb a helyzet, olyankor még többen vannak. És képesek itt várni. Este felé, amikor már nincs akkora forróság, a sportpályák és a parkok is tele vannak, úgyhogy most ugorjunk el a két legközelebbibe. Sokan lejönnek a pályákra kosarazni, teniszezni, ők itt röplabdáznak. A kisgyerekeknek is ilyenkor vannak az edzések. Ők ott boxolnak. Ez is nagyon jó. A lényeg, hogy valamit sportoljanak. Ez a másik park, ami gyalogtávolságra van tőlünk, és itt is minden pálya tele van. Balra a lányok fociznak, jobbra pedig a fiúk baseballoznak. Naplementében. És persze sokan bicikliznek, kocognak, vagy csak sétálnak, kutyát sétáltatnak. Mint ahogy mi is általában esténként. Ezzel zárjuk a napot. Úgyhogy amennyire vannak lusták, és olyanok, akik a tévé előtt ülnek, ugyanúgy vannak persze, akiknek igenis fontos a testmozgás.
És akkor itt az én személyes kedvencem, ahol a legszívesebben vásárolok egészséges termékeket. Mert teljesen őszi a hangulat a tökökkel. Itt ilyen hordókból lehet választani mindenféle kávét, helyben őrölni, vagy otthon. Costa Rica, Peru, Tanzánia, Sumatra. Itt lehet megőrölni. És nézzétek meg, ez itt mind a magválaszték. Nagyon gusztusosan tálalva, itt például a tök mag, de választhatunk zöld bab chipset is. Ugyanígy a szárított alma chips. És a másik sor, tényleg asszal gyümölcsökkel mindennel. Végtelen variációja az egészséges termékeknek. Őség granola mag. Kézműves organik diókrém, mandulakrém, baj, pekán is, kinoák, rizsek, itt is az egészséges lisztek, gluténmentesek, paleo, mindenféle, az édesítők és még a sütéshez is cukor, nyilván az egészségesebb idézőjelben, egészségesebb változat, és fűszerekből is lehet organikusat választani. A kollagén beépítve a teába. Kokuszvíz, 100%-osan természetes. Mi most grillezni készülünk majd, úgyhogy ebből a New Yorki steakből választottam. Ezek itt a helyben füstölt baconök, sütnivaló kolbász is van, és itt előkészítve a grillezéshez is, vagy akár panírozva. Mindenmentes csirke, aki a tengeri herkentyűket szereti, rákok, rákfogácsák, minden nagyon gusztusos, friss. És hát a különbség ugye, hogyha nem a Walmartban veszi a rossz húst az ember, hanem itt 4 szelet ebből a New Yorki steakből $60. Én tényleg azt gondolom, hogy minden adott az egészséges életmódhoz. Lehet sportolni, minőségi, egészséges élelmiszereket venni, csak akarni kell. Remélem, hogy ti is így gondoljátok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!